Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit! Egy különleges programra szeretnénk Önöket invitálni. Szeptember 8-án délután 5 órakor ad otthont a Szent István Művelődési Ház az Alzheimer Cafénak. Furcsa kettősség ez a szó. Egy betegség, ugyanakkor egy szórakozás. Hogy hogyan passzol a kettő egymáshoz, és miről szól ez a rendezvény? Erről fogom most kérdezni a két szervezőt, vendégeimet, Radnainé Egervári Ágnest, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatóját, valamint Tuba Kovácsné Holcman Mónikát, intézményvezetőt, a szervező intézménynek a vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az Alzheimer Café, ha mint laikus kellene megfogalmaznom, akkor egy betegséget bemutató, vagy a betegségről beszélgető közösségi tér? Mindkettő. Valójában ez egy több évtizede indult kezdeményezés, egy úgynevezett kafétípusú rendezvényről van szó, itt nem csak a kávé a lényeg, hanem az, hogy nem egy előadás zajlik, hanem ott levő résztvevőknek az aktív szereplésével van egy segítő találkozás, nem csak Alzheimer, hanem egyéb demenciával küzdő érintettek, illetve hozzátartozók számára is. A demencia az egy népbetegség manapság, ha kicsit firtatjuk, nem szokás erről beszélni, ezt inkább rejtegetni szokták a családok, ha van ilyen, de ha valahol elkezdődik erről a szó, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy bizony sokan vannak az érintett betegek, és még többen a családok. Nekik ez egy segítség, nemzetközi példára, amiben hát a szeretetszolgálat az elmúlt években már több hasonlót, illetve volt már egy Székesfehérváron is 2 éve egy program keretében. Szeretnénk, hogyha ez a mostani alkalom rendszeressé válna, és havonkénti alkalmak lennének ezt követően már. Mert hogy szerintem fontos az elején az alapokat tisztázni. Mi a demencia, és mi az Alzheimer-kor? A kettő ugyanaz, vagy a demencia az Alzheimer-kornak az előzménye? Hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Akkor, ha már így rám nézel, ugye én eredetileg ideggyógyász volnék, akkor hadd mondjam én. A demencia egy összefoglaló név, az egy tünet együttes. Mindig betegséget jelent, nem egyenlő az időskori feledékenységgel, hanem ennél sokkal több. És a leggyakoribb ilyen típusú betegség az az Alzheimer-kór, és ennek van a legnagyobb híre a világban, hiszen voltak olyan híres emberek, akik kiálltak a világ elé ezzel a betegséggel, hogy magyar hírességet mondjak, ugye Puskás öcsi, vagy hogy olyat, akit szerintem mindenki ismer, Ronald Reagan. Az ő betegsége például igen jó tett a betegség kutatásának, hiszen nagyon komoly források fordítódnak erre, az ő betegségét végig kísérhette a nyilvánosság. Miért kell erről beszélgetni? Azért, hogy ezt a betegséget megelőzzük, időben felismerjük, vagy azért, hogy tolerálni tudjuk? Én azt gondolom, hogy mind a három fontos. A tolerancia azért fontos, mert ők ugyanolyan fontos tagjai a családoknak, a közösségeknek, az egész társadalomnak, és mivel ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ez a betegség maga lejátszódik, vagy nagyon rövid, ezt ugye egyéne válogatja, nagyon sokszor kerülnek az elén kellemetlen helyzetekben, ahol át kell segíteni őket. Családon belül nagyon sokszor kerülnek olyan szituációban, ami őtőlük nem megszokott, illetve olyan munkahelyi közösségekben, társaságokban, és ott meg kell tanulni elfogadni őket így, tolerálni kell ezt, hogy elfelejtenek dolgokat, másképp reagálnak le, mint szoktak, másképp állnak hozzá egy-egy dologhoz, egy-egy témához. Vannak dolgok, amiket régen lehetett velük minden probléma nélkül, és most valamiért nem lehet. Említették, hogy nem csak családtagokat, hanem betegeket is várnak. Igen. Nyíltan lehet erről beszélgetni, előttük felismerik? Hogyne, azt gondolom, ez semmivel sem szégyelni való betegség, mint egy cukorbetegség, vagy egy daganatos betegség, és ma már nem ciki arról beszélni, hogy hát igen, most parókát viselek, mert éppen kemoterápiát kapok. Ugyanez igaz lehet a demenciákra is. Az emberek jelentős része szeretné tudni, hogy mi lesz vele, mire számíthat, és azért ma már van olyan, amikor megvan ez a diagnózis a betegség kezdeti időszakában. Azon kívül, ami nagyon fontos a társadalom szempontjából, itt élnek közöttünk ezek a betegek általában 10-15-20 esztendeig. Néha kicsit furcsán viselkednek, de ettől ők még nem demens betegek, hanem ugyanúgy a Kati néni vagy a Józsi bácsi, akinek egyébként demenciája van.
tehát az életnek bizonyos szinterein ők, az érzelmi életük például az egészen utolsó időkig érintetlen marad. Miközben, ha ezt a betegséget bárhol megemlítjük, akkor ez egy komoly stigmatizációval jár, a családtagok kirekesztődésével is a társadalomból, hiszen ők folyamatosan a beteg gondozásával vannak elfoglalva, és azért az intézményes háttér, bár vannak intézmények, ahol foglalkoznak ezzel, azért az nem tudja levenni a családtagok válláról az összes terhet. Tehát fontos, azt gondolom, hogy beszéljünk erről. Ezt a világban ma már a nálunk gazdagabb országokban úgy hívják, hogy demenciabarát társadalom. Tematizálják ezt a szeptember 8-ai estét, vagy pedig a betegség felismerésétől annak kezeléséig terjednek majd a témák? Két program lesz, ami előre be van tervezve. Főigazgató asszony bemutatja az INDA programot, ami a demencia köré épült, illetve egy olyan személy fog ellátogatni hozzánk, Botka Gáborné személyében, akinek személyes tapasztalatai vannak, mind az otthonápolásban, mind pedig a szociális ellátásban, a demens ellátottaknak a gondozásában, ápolásában, illetve mi családtagként, ahogy említettem, az otthonápolásában, és egy nyílt beszélgetésre fogja felszólítani a jelenlevőket. Tehát lesz egy kis előadás része, illetve lesz egy kisebb szegmens annak, hogy egymás tapasztalatait, problémáit, kétségeit meg lehet beszélni. Hogyha már Mónika megemlítette az INDA programot, nyilván nem véges a műsoridő, tehát nincs mindenre idő, de azért röviden miről szól ez? Valójában a demenciával kapcsolatos társadalmi, szakmai, emberi problémákról. Tehát egyik része az egy kutatás, korai felismerés tekintetében szűrés, az országos szűrőkamionos programhoz csatlakoztunk, ez egy 2015 végi program volt, de hát a katolikus szeretetszolgált egyébként is sok évtizedes hagyományon rendelkezik demenciával élő emberek ápolásában, hiszen már a 60-as évek végétől fölvállalta ez a szervezet, és kitüntetett intézményeink vannak Dapason, Mária Remetén, vagy akár itt Székesfehérváron, és az országos papi otthonban is hosszú évek óta gondozunk ilyen betegeket. A másik szegmens ennek az INDA programnak, az pedig az interprofessionalitás, ami nem egy borzasztó bonyolult dolog, az arról szól, hogy mindannyiunknak közünk van hozzá, akár annak a banktisztviselőnek, akinek föltűnik az, hogy hát ez a néni vajon miért is akarja most az összes pénzét kivenni, és tényleg ez egy mennyire megfontolt döntés, vagy annak a buszvezetőnek, aki a hiányos öltözetű bácsit esetleg nem hagyja szó nélkül, egy teljesen elhagyatott helyen leszállni a buszról este. Tehát tudok olyan élethelyzeteket mondani, amikor igenis fontos az, hogy tudjunk valamennyien erről a betegségről. Terveink szerint ezek rendszeres alkalmak, ezek az Alzheimer kafék, és nyilván nem mindig ugyanazok az emberek, de akik eljönnek, azok ott tudnak kérdezni, azok ott hozzáférhetnek azokhoz a kétségtelenül nem 100%-os, de létező intézményes segítségi formákhoz, ami egy kicsit megkönnyíti az életüket. Egyfajta terápiás csoportként is működhet ez a jövőben? Ha nagyon szakszerűen akarnék fogalmazni, akkor ez valójában egy szakemberek által facilitált, megkönnyített, önsegítő csoport tulajdonképpen. A közösséghez tartozás érzése is fontos. Tehát az is fontos egy gondozó hozzátartozónak, aki mindent megtesz azért, hogy jó legyen az édesanyjának vagy az édesapjának, de teli van kétséggel és lelkiismeretfurdalással, hogy biztos rosszul csinálom, és miért nem tudunk megfürdeni, és miért mérges rám mindig az édesanyám. Ha megtapasztalja azt, hogy a másik hasonló cipőben jár, és hasonló problémákkal küzdik, és közösen is lehet megoldásokat találni. Mi a tapasztalat? A betegek nyitottabbak, vagy a hozzátartozók a nyitottabbak egy ilyen jellegű beszélgetésre? Én azt gondolom, hogy először mindenki zárt. De hogyha megtapasztalják azt, hogy barátságban, hogy egy viszonylag védett, és nem arról szól, hogy most kibeszéljünk mindenkit, akkor el lehet érni azt, hogy nyitottá váljanak, el lehet érni a hozzátartozóknak is, hogy bátran egymással szóba álljanak, hogy elmondhassák azt, ami az ő tapasztalatuk, vagy ami az ő kérdésük, és be lehet vonni a betegeket is. Mert hogyha biztonságban érzik magukat, és nem feszültséggel teli helyzetben, akkor nagyon szívesen beszélgetnek, nagyon szívesen van, aki ki is mondja, hogy ő neki igen, vannak azzal problémái, hogy elfelejt dolgokat, vannak olyan problémái, hogy nem mindig talál oda, ahova éppen szeretne,
és őket is ezért várjuk. Világszerte bevonódnak egyébként a betegek, tehát például az Európai Alzheimer Társaságban, vagy a Világszövetségben is minden éves konferencián van egy betegek számára rendezett szekció, illetve az egész konferencia úgy szerveződik, hogy az a számukra is könnyen elérhető, könnyen megérthető legyen. Például előre megírják azt, hogy milyen betűmérettel és hány szót tartalmazhat egy ábra, amit vetítenek az előadók, hogy ez a számukra is követhető legyen. Nehéz megfogalmazni azt, hogy mikor beszélünk betegségről, és mikor csak mondjuk egy fáradtabb időszakról. Én amikor kismama voltam, akkor kifejezetten feledékeny voltam, pedig akkor még biztos, hogy nem a demencia korai tüneteit tapasztaltam magamon. Melyik a legveszélyeztetettebb korosztály? A 65 év felettiek. Tehát azért ez egy időskorban gyakrabban előfordul a betegség, bár kétségtelenül vannak korábban jelentkező esetek is, és ahogy az életkor előre halad, egyre lehet mondani, hogy exponenciálisan nő a betegség előfordulása. Magyarán azért lett ez népbetegség, mert ma már tovább élnek az emberek, megéljük azt az életkort, amikor jelentkezik ez a fajta úgynevezett neurodegeneratív betegség. Érdekes dolgot mondott, amikor a felelősségről volt szó, hogy felelőssége van egy banki alkalmazottnak, és felelőssége lehet egy autóbusz vezetőnek is. Ez azt jelenti, hogy ezek a beszélgetések nem feltétlen azokat invitálják, akik részesei a betegségnek, hanem a társadalomban egyfajta nyitottságot próbál létrehozni? Ez egy kulcs szó, ez a nyitottság, tehát bárki jöhet. Ezek az alkalmak általában a nemzetközi gyakorlat alapján is nyilvános helyen vannak, és teljesen nyitottak, tehát itt nincs jelenléti, meg részvételi díj, meg semmi ilyesmi. Ez egy laza szerveződés, ahova, ha úgy adódik el, lehet menni. Legközelebb nem biztos, hogy ő jön el, hanem egy másik. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk, akit érdekel ez a téma, vagy előfordult már esetleg a környezetében hasonló betegség. Hoztak magukkal egy kiadványt, ennek az a címe, hogy kapaszkodó, kapaszkodók. Miről szól, és mi a lényege? Alapvetően hozzátartozók számára készült kiadvány. Azt mondtuk, hogy gyakorlati tanácsok a demencia útvesztőjében. Ott az a híd, az Peruban van, azt minden évben újra fonja. Két falu lakossága egy ottani speciális növényből, és hát tulajdonképpen ezt csináljuk nap, mint nap, amikor egy Alzheimer beteget vagy egy demenciával élő idős embert kísérünk. Sok olyan napi trükk van. Azzal például nem kell foglalkozni, hogy a beteg nem tudja, hogy milyen évet írunk, és nem is kell folyton szembesíteni azzal, hogy na hát még ezt se tudod. Ettől vele még kiválóan elbeszélgethetünk az ő hajdani szakmájáról. Vagy... Mert jellemzően az aktualitásokat felejtik el? Az idő az nagyon hamar összekavarodik. Tehát a feledékenység az egy jellemző tünet, és itt azért elég finom határok vannak a korfüggő feledékenység, vagy a fáradtsággal összefüggő feledékenység, és a már betegségként értékelhető tünet között. De egy demenciával élő embernek az ítélőképessége megváltozik. Esetleg a viselkedése, esetleg nem ismer fel hozzátartozókat, vagy közeli személyeket, vagy miután az idő összekeveredett, egy ismerős arcot az illető édesanyjának titulál. Nagyon gyakori az, hogy a közvetlen hozzátartozóról, a lányáról azt hiszi, hogy az édesanyja. Fogadjuk el ezt a helyzetet. Ő nem tud már a mi világunkba beleilleszkedni, nekünk kell az övébe. De ettől még ő teljes életet élhet a maga betegségével együtt, és jól érezheti magát a világban, és ez egy másik kulcsszó, ami arra gondolom, hogy nagyon fontos mindannyiunknak, hogy a megfelelő életminőséget azért ezzel a betegséggel is lehet biztosítani. Köszönjük szépen, önöket pedig arra kérjük, hogy folytassuk ezt a beszélgetést szeptember 8-án a Szent István Művelődési Házban. Viszontlátásra!